MGHS. Már 8.999.000 forinttól. MGHS. A nyaralás is belefér. Skodák Skodája, vagyis a legek Skodája, a legjobban gyorsuló, a legerősebb és a legdrágább Skoda. Skoda Enyaq RS Coupé. Ebbe az autóba van dinamika. Hát azért annyira nem akarok ünnepontó lenni, de 6,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Ha mondjuk egy benzines autót nézzünk, nemrég vezettem Challenger Hellcat, 3,6 másodperc. Ha elektromos autót nézzünk, Tesla Model S, 2,2 másodperc, 100-ra futás. A végsebessége 180-nál le van szabályozva, tehát oké, az RS ugye azt jelenti, hogy rally sport. Ez inkább egy nagyon jó és szerintem feltűnő, hova tovább szép utazóautó.299 lóerők van összesen. Azért van benne dinamika és van benne tartalék, tehát ezzel könnyű előzni. Rendben van ez az autó, csak se sportnak, se sportosnak nem lehet nevezni. Amúgy nagyon szép. Tényleg egy szép autó, és élmény vezetni, és ebben a modellben, amiben ülünk, ez a gyönyörű napfényablak, amiben most nézhetjük a felhőket. Ami nálam egyébként válók, hogy ismét ünneplontól legyek, tehát nem hiszem el, hogy egy rolót nem lehetett volna betenni. Engem kimondottan zavar az, mikor fölülről jön a fény. Kit mi zavar? Én szeretem, hogy nézhetem a csillagokat. Jó. Nagyszerű elektromos autó, amelyben valahogy érezni a küzdelmet. Hogy a cseh Skodát a német Volkswagen felvásárolta, de az új Skodák, mondjuk ki, talán még jobbak, mint a Volkswagenek. Amikor a németek is Skodát vesznek, az már baj. A Volkswagen valamilyen szinten vissza kell, hogy fogja a cseh kreativitást, és érezni rajta, hogy tudna még jobb lenni, de nem lehet az, mert akkor már veszélyes a ID4, ID5, egyébként eszméletlen csendes. Hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó benne utazni, nagyon jó vezetni, kényelmes, jó az utastere. Közel 300 lovunk csak akkor van, hogyha az akkumulátor hőmérséklete 23 és 50 fok között van, és a töltöttség, az aksi töltöttsége 88% feletti. Akkor is 30 másodpercig. Nagyon jól kanyarodik, viszont nagy tempónál annyira nem szereti a húzós kanyarokat, ami azért van, mert elektromos autó lévén 2,3 tonna. Hasonlításképpen én jelenleg egy SsangYong Musso Grand-dal járok, egy 5,5 méteres pick-up, és az is ugyanilyen súlyú. De ezzel nem kell csodálkozni, az akkumulátorok nehezek. Ezzel sok elektromos autó küzd, nem? Hát, az összes. A nettó 77 kWh-s akkumulátor töltése váltóáramról 11 kW 7 óra hossza, egyenáramról akár 135 kW, 30 perc kell, hogy 20-ról 80%-ra töltsük. Hatótávja, hát különféle adatokat írnak, ami biztos, hogy 300 és 350 km között tudunk megtenni egy töltéssel. Ez tuti. Azért ezzel már el lehet indulni nyaralni, nem? Igen, mert írogatnak ilyen 500 kilométereket, tehát ahhoz ne klímázz, ne ülj bele, ne fogd meg a kormányt, ne vegyél levegőt, szóval ne. 300 és 350 kilométer. Konkurencia? Kia EV6. Annak mi az ára? 22 milliótól indul. Ahhoz képest ez a kocsi? Az Enyaq RS-nek az ára 27,5 milliótól indul. Az Enya egy ír női név, és azt jelenti, hogy az élet forrása. Jó névadás. Volt egy ilyen énekesnő, hogy van még. Tényleg, de meg nem tudnám mondani, mit énekel. Egy darabig Karabács Józsi háttértáncosa volt. Még az ős pokolgépben. Nagyon szép az utastér, csodásak a formák. Esernyő is van az ajtóban, itt a Rolls-Royce-okban. Csak ez nem kerül annyiba.
mint egy Rolls-Royce. Nemrég forgattunk Rolls-Royce-t, Bansori Rolls-Royce-t, 330 millió volt az ára. Az szép. Volt idő, amikor a Skoda kifejezetten égő volt, de ez már nagyon nem az a Skoda. Azt nem mondom, hogy tini lányok fognak utána rohangálni erotikusan nedves szemekkel, zsikoltozva. Ez a kocsi, ez rendben van. Nem, sportautód rendben van. Legjobb kocsi, amit mostanában vezettem. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!